Gyerekek, figyelmetekkel arra, hogy amikor mérkőzés közben a küzdelemben részt vesztek, akkor a lehető legnagyobb mértékben tartsátok be az összes szabályt, és tartózkodjatok attól, hogy bármiféle szabálytalanságot kövessetek el, mert azon kívül, hogy veszélyes, nyilvánvalóan nagyon sportszerűtlen is. Be fogjuk mutatni a következő jelenetekben az, hogy mik azok a szabálytalanságok, durva szabálytalanságok, amiért egészen biztosan figyelmeztetni fog a mérkőzés vezető, illetve abban az esetben, hogyha ugyanabból a szabálytalanságból a zsinórban háromszor követed el a szabálytalanságot, akkor egészen biztosan számíthatsz arra, hogy intés fog következni. Az intésnél viszont már pontot fognak levonni a mérkőzés során a pontozó bírók, tehát egy intés durván befolyásolhatja a mérkőzés eredményét. Ha az intés után tovább folytatod a szabálytalanságot, akkor a mérkőzésvezető egyből inthet, és a harmadik intés után pedig diszkvalifikálni fogja a versenyzőt, amely azt jelenti, hogy az a versenyző, akit diszkvalifikáltak, gyakorlatilag nem vett részt a versenyben, hiába volt már esetleg dobogós helyzet, semmilyen jutalmazásban vagy elismerésben nem részesül. Stop! Az egyik súlyos szabálytalanság a fejelés, ami természetesen nagyon sérülésveszélyes is. A másik pedig a tenyeres ütés. Mindig figyelni kell arra, hogy az ütés a szabályos ütőfelülettel történjen. A visszakezes ütés természetesen szintén szabálytalanságnak számít. Szintén szabálytalanság a kalapácsütés, amely láthatóan megint csak nem a szabályos ütőfelülettel történt. Az alkaros ütés természetesen szintén szabálytalanságnak számít. Súlyos szabálytalanság a könyökkel való ütés rendkívül sérülésveszélyes. És hát nem kérdés, hogy nem, a boxban nincs helye a rugásnak, ami felfokozott izgalmi állapotban esetleg előfordulhat. A versenyzőknek figyelni kell, hogy ne hajoljanak mélyre, szintén szabálytalanság. Mélyütés nagyon sérülésveszélyes és súlyos szabálytalanságnak számíthat, ha szándékos. Birkózás szintén nem megengedett taktika, vagy technikai elem az ökölvívásban. Lökés szintén nem megengedett. Szabálytalanságnak számít, ha a versenyzőt kitámasztjuk. Semmiképpen nem lehet kitámasztással feltartóztatni az ellenfelet. Kifordulásra figyelni kell. Veszélyes elem és szabálytalanságnak számít. Stop! Hopp, stop! Ha stop után, stop után szabálytalanság, stop utáni ütés, a bíró intheti a versenyzőt. Break! Stop! Szintén szabálytalanság, ha a versenyzők a vezényszó ellenére, a break vezényszó ellenére nem lépnek hátra.